A szakemberek szerint egy település képe, annak változásai pontosan jelzi az ott élők mentalitását, meghatározza az emberek lakóhelyükhöz kötődő érzéseit. Az etelaki önkormányzat fontosnak tartja az épített örökség védelmét, a községben működő faluképvédelmi programot. Az Abrán utcában, ami az Ábrahám rövidítése, most már elárult a polgármester, én őszintén gondolkodtam, hogy vajon mit jelenthet ez a név. Tehát az Abrán utcában már is találtunk egy szép példát, még a ház kék színét is őrzi. Sok ilyen jó példa van a községben. Most megyünk egy kört, megpróbáljuk feltérképezni, de ön hogy látja, biztosan már felmérték? Hát hál' Istennek vannak még szép számmal, de sajnos egyre fogyatkoznak. Ugyanis a falunak van egy bizonyos gazdasági ereje, ez azt jelenti, hogy az emberek építkeznek, és nem mindig a hagyományos stílusban, hanem amit a nyugatról, amilyen stílusokat összeszednek. Van itt mediterrán cserép, meg van mindenféle Bauhaus stílus, tehát mindenféle stílus megérkezik szerre, meg vannak nagyon szép rikító színek, sárga, narancssárga, lila, meg zöld. Pedig a kéket használná, az is szín, szép színes, és a kék az még hagyományos is. Igen. Holott azt kellene felismerjük, hogy ez a régi, a hagyományos, az igenis érték, és akár ez a falunak gazdaságra is segíthetne, tehát hogyha a hagyományos faluképet megőriznénk, akkor az a turizmusban plusz bevételt jelenthetne a falunak, a községnek. Ez a ház hogy menekült meg? Mi a története? Vagy minek köszönhetően? Nézd ennek még a története az, hogy egy zetelaki vállalkozónak ez egy hobbija. Tehát több ilyen házat vásárolt meg, és újított fel. Ezért ez a ház történetesen biztonságban van. És az, aki felújította, az szakszerűen újította fel, tehát nem csak neki fogott is, ilyen Hübele Balázs módjára neki szökött, hanem utána olvasott, megnézte, hogy az etelakára mi a jellemző, milyen színek, milyen stílusjegyek, és annak megfelelően újította fel. Érthető folyamat az is, hogy a modernizáció arra teret az embereket, hogy felújítsák a lakásaikat, felújítsák a házaikat, a kapuikat. Közben persze azt nem szabadna elfelejteni, hogy nagyon fontos megőrizni az épített örökségünk által még ránk hagyott népi motivumokat, illetve a kultúránkat, ami, amint már ön említette, fontos szegmense lehet a turizmusnak is, hiszen meg tudjuk mutatni kuriózumként akár, hogy hogyan éltek elődeink Székelyföldön. Itt most a háttérben jó példát látunk, anélkül sikerült egy kapunak megmenekülnie, hogy rajta lett volna a székelykapu listán is, mert hogy a községben működik a székelykapu védelem. Így van. Működik. Ebben az évben történetesen 40 ezer lejt tettünk félre a költségvetésben arra célra, hogy egy civil szervezet majd kipályázza, és abból régi kapukat lehet felújítani, és évente egy új hagyományos zetelaki elemeket, stíluselemeket magánhordozó székelykaput lehet majd építeni. A kapuk védelmét szolgálja az a bizottság is, amit már ön említett. Hogyan fog működni ez az ellenőrzés, bár ez rossz szó, inkább védelem? Mikor készült az általános területrendezési tervünk, akkor már azelőtt ez a bizonyos bizottság tanács határozattal megalakult, és a tervbe meg azt foglaltuk bele, hogy a helyi védettséget élvező porták, kapuk, nál nem lehet olyan beavatkozást végezni, amelyet ez a bizonyos bizottság nem hagy jóvá. Tehát ez effektív
törvényerőre emelkedett helyi szinten. Tehát a tulajdonosnak kötelezettsége, hogy egyeztessen az önkormányzattal, mielőtt bármilyen felújításba, vagy akár teljesen új építkezésbe kezd. Így van. Egyébként nem kaphat bontási vagy építkezési engedélyt. Kicsit kényes téma, nem is akarom feszegetni, de azért rákérdezzék, hogy mi van akkor, hogyha a tulajdonosnak nincs pénze felújítani a régi kötött kaput, arra viszont pénze lenne, hogy egy nagyon egyszerű, szerkezetű, új kaput építessen. Hát ilyen esetben a bizottság rugalmas. Tehát, hogyha van rá lehetőség, akkor a régi kaput odébb lehet mozdítani, hogy kerítésként szolgáljon, de ugyanúgy a fronton, az utcafronton megmaradjon, és mellé lehetne építeni azt a bizonyos kaput, amin a teherautók tűzifával megrakodva beférnek, tehát funkcionálisabbak. Akkor minden. Van megoldás van mindenre. Megoldás lenne. A községben a 70-es években még 400 kaput tartottak számon, ezek egy része mára sajnos eltűnt, de még így is jelentős számú kapu látható a falu utcáin. De tavaly volt pont 10 éves a Székely Kapu program, aminek keretében a községben hány kaput sikerült megmenteniük, felújítaniuk? Hát összesen a kezdetektől mostanáig a közpénzből 20 kaput. És aki érdeklődik a Székely Kapu iránt, az már biztosan olvasta, hogy Máré falván és Detelakán látható még olyan kapu, ahol a magyar címer is ott ékeskedik a kapun, mert hogy ezeket a kommunizmus idejében el kellett tüntetni, és a székely ember leleményessége, hogy ezeket csak ledeszkázták. Ez is egy ilyen kapu, ami így módon megmenekült. A faluképvédelem pedig nem csak a Székely Kapu megmentéséből áll, hiszen nagyon sok olyan régi házat láttunk, amelyek még szépen őrzik az udvarhelyszékre jellemző jegyeket. Ezekkel mit tudnak tenni, mennyiben tudják védeni, menteni? Első körben egy olyan tervünk fog hamarosan megvalósulni, hogy felállítunk a községben 6-7 információs táblát, amelyen a felújításra és építésre jellemző jó példákat, valamint rossz példákat fogunk megjeleníteni. Reméljük, hogy ezzel a falu lakói valamilyen szinten ihletet nyernek, és annak a jó példák mentén fogják a házaikat felújítani. Egy újabb jó példa, mind a kapura nézve, mind a házra, mind a kettő őrzi a helyi erdőalji jellegzetes építészeti stílus, de tovább menve és tovább gondolva a faluképnek a kialakítását, védelmét, van egy másik lehetőség is, ami főként a fiataloknak segítene. Ugye jól mondom, polgármester úr? Így van. A Hargita megye tanácsának van egy épített örökségvédelmi programja, és most kértük, hogy Zetelakát is vegyék bele ebbe a programba. Szeretnénk, hogyha ebből a programból egy zetelaki stílusjegyeket magánhozó, hagyományos, de új háznak a tervét, a típus tervét elkészítenénk, amit mi fel tudnánk ajánlani az építkező fiataloknak új ház építésére. Tehát nem kéne kifizessék a fiatalok azt a díjat, ami egyébként egy ház tervezésénél elég jelentős összeget jelent. És nagyot csökkenne a tervezésre fordítandó összeg mindenképp. A Székely Kapu programban dolgozó Szabó Gábornak köszönhetően sok kapu megmenekült az elkorhadástól, most őt keressük fel műhelyében. A polgármester úr említette, hogy a Székely Kapu program keretében azokat a kapukat, amelyeket már sikerült felújítaniuk, azokat ön is többek között, vagy csak ön, ezt már nem is mondta, polgármester úr, hogy ön dolgozott rajtuk?
Egyedül dolgozott, akkor tisztázzuk hát egyszer. Nem egyedül dolgoztam. Nem egyedül, gondoltam, hogy többen be volt csapat. Négyen, ötön, mikor hányan sikerült összejönni. És milyen állapotban voltak ezek hát a kapuk? Hát voltam, melyik jó állapotban volt, tehát elfogadható állapotban még, még bírta volna egy-két évig. Az évek gyötrálmait, de sajnos ugye minden épületnél tudjuk azt, hogy ha tető megromlik egy épületen, akkor jön a romlás után. Nagyon sok kapu olyan volt, hogy csak a zsindely kellett lecserélni róla, mert többi része jó volt. Aztán volt olyan kapu is, amelyiket egészen szét kellett szedjük. Darabokra. Azokat hogyan tudták? Minden egyes darabját külön újra kellett? Hát volt, amelyiket kellett pótolni, volt, amelyiket kellett javítani. Volt olyan kapu is, amelyik 4 évet ott várt az udvaron. A templom mellett van egy ilyen kapu, egy 1887-es kapu talán. Valamikor volt javítva még. A 3 kapulábból az egyik nem volt kifaragva, újra faragva, úgy összerakta. Most a gyerek építette az unokája, a tulajdonosnak az unokája építette egy házat hátul, és az autóval nem féltek be, és a kaput levették. Igen, ezt már hallottuk, hogy a régi kötött kapuknak az igen, egyik vesztük, átka veszte, az lesz, ugye, hogy a mezőgazdasági gépek sem férnek be ugye, igen, azon a kapun, igen. És sokan lecserélik ezért újabb, kisebb igen, kapukra. Igen, igen, viszik a fát, és nem fér be, és aztán a fiúnak szerencsére volt azért csak egy kicsi székelyérzete, és a kaput nem tüzelte, hanem ott őrizte, melyik lett a korvó, melyik hogy. Na aztán egyszer felkértek a tanástól, a hivataltól, hogy elvallanom, hogy állítsuk újra a kaput, és lehetséges. Aztán megnéztem, és úgy láttam, hogy érdemes foglalkozni vele, egy gyönyörű kapu. Na aztán lett a sikerült is a kapu, szépen a helyen újra festettük, és a lábom meg nem volt kifaragva, azt ott újra faragtuk. De nagyon nehéz volt régi fát faragni, mert ugye nem látszik rajta. Se a ceruzanyom, a vését is az ember, amikor üti, akkor nagyon könnyen szakad a régi fa, de megérte. Meg van úgy, már érve, és akkor nehezebb dolgozni persze, rajta. Dolgozni, de viszont önök ugye kellett volna kövessék a régi motivumot, hát az meg már nehezebben hát lehetett. Ugyanazt ott faragtam rá, próbáltam. S volt olyan eset, hogy már nem sikerült megmenteni a kaput? Hát amelyiket összevágta tűzre, azt nem, de amelyik hát nincs összevágva a tűzre, azt mindegyiket meg lehet menteni, hogyha az ember akarja. Ferenc! Szia! Örülök, hogy találkozhatunk. Legutoljára még Somlyon találkoztunk, amikor a pápa látogatásra éppen állítottátok fel a székelykaput, mert hogy el akartam mondani, hogy az is a te kezed munkát dicséri. Azóta látom, hogy nem sokat pihentél, most is dolgozol. Most éppen mit készítesz? Na most egy táblát készítek, amire rá van írva viszontlátásra, a másik oldalára pedig, hogy Isten hozott. Esküvőre készíted, ugye? Nem, pedig ott szoktak ilyeneket. Kapura lesz kitéve. Vendégfogadók, igen, kapura. Tényleg ott igen, is lehet igen, olvasni igen. Ezeket igen. A feliratokat. A polgármester úrral körbejártuk a községet, Zetelak a községet, hiszen a faluképvédelemről beszéltünk, és nagyon sok szép székelykaput láttunk itt még a környéken, és ő mondta, hogy hát azért Zetelak akár nem csak a székelykapukat lehet megnézni, hanem vannak olyan mesteremberek, akik azokat a hagyományos mesterségeket folytatják, amelyeket már van, ahol elfelejtettek, de itt éppen jó helyzetben vagyunk, mert a bútorfestés is, és a székelykapufaragás is egy felkapott, azt is mondhatnánk, hogy a fiatalok körében újra reneszánszát élő mesterség. Meg tudod-e ezt erősíteni? Így van, hál' Istennek jó helyen lakunk, szerencsénk van, hogy a diákok érdeklődnek iránt, a faragás iránt is, bútorfestés iránt is, úgyhogy 2019-2020-as évben annyi diákon van, hogy ennyi még sose volt.
Mert hogy oktatsz is. Igen, 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 Vám Szergéző iskola keretén belül oktatok, igen. Hát akkor te rálátsz arra is, hogy a fiatalokat mi érdekli ebben a szakmában, esetleg milyen újításokat, finomságokat találnak ki, hogy a piacnak megfeleljenek, de a másik oldalt is látod, hiszen készítesz is megrendelésekre fa alapanyagból készült akár használati tárgyakat, akár dísztárgyakat és kapukat is. Mit látsz? Most a piac hogyan mozog? Mi az, amire igény van? Kezdjük talán ezzel. Hát amire igény van, az mindenképp a használati tárgyak. A székelykapura hál' Istennek van igény, tehát szeretik az emberek megtartani hovatartozásukat, és a diákok szeretik kipróbálni a vésőt, és ezáltal ugye az ács, a faragás, az a zetalakán egy régi-régi hagyomány. Tehát az ácsolás, a faragás, a bútorfestés az nem annyira régi, tehát nagyon kevés régi bútorfestett darabot kaptunk meg, de viszont nagyon szeretik főleg a kislányok, asszonyok saját tárgyaikat elkészíteni, ceruzatartót, tolltartót, és ezeket nagyon szívesen használják is. Itt látom is a háttérben, akkor megragadom az alkalmat, hogy picit beszéljünk erről a festésről, hogy milyen formákat, milyen motivumokat használtok benne, akár meg is mutathatsz nekünk egy-két darabot, miket készítettél ide elő? Itt például egy ceruzatartó van, amit egy diákom készített, és próbáljuk a hagyományos mintákat festeni fel egy kicsit felújított formába. Tehát mi az a felújítás? Az, hogy világos alapszínekre festünk, nem sötétek, ugye a régi bútorok azok mind sötétek voltak, a füstös házak. Ez a sötétebb, ugye, amikor már egy zöld igen, háttéren. Igen, na, igen, tehát a zöld és a barna volt a régi alapszín. Most pedig viszont vannak a világos színek, ugye a házak nem füstösök, központi fűtés van, tehát nem füstösödik, úgyhogy a világos színekre próbálunk. És ezek itt még milyen szépségek, tehát nem ilyen az jól egy toltartó, néz ki. Fatoltartó. És mivel, hogyha már bútorfestéssel dolgozunk, akkor azt is úgy használjuk, hogy legyen kifestve. De jó. Szebbé teszi. És azt még például... bele is van írva, bocsánat, felolvashatom, a gyerekeidé gondolom, vagy nem, valaki ismerős. Nem, azt én kaptam. Őszinte barátsággal és szeretettel Ferinek. De jó. Igen. Nekem van amiért úgy hagyományos, igen, háznak, mert hogy a háznak ház, a, és a kék volt a színe. Na, várjál. Na, készek fel. Ez egy ilyen. Jó kéz. Ez férfi munka. Van női faragom is. Most van eldöntöttem. Csak akkor úgy jutott. Csak így. Aha. Ez sem fáj ennek a kezemnek. Zetel a kajó helyzetben van, hiszen a községben több fafaragó és székelykapu készítő dolgozik. Az ő munkájuknak köszönhető nem csak a régi kapuk megmaradása, hanem az újak felállítása is. Ez egy műemlékvédelmi terület, így ilyen módon igen. Építkezés csak akkor és csak olyan történhet, ami ezt a funkciót szolgálja és kiegészíti. Az pedig, hogy a jövőben mi lesz, az még tervezés alatt, de vannak elképzelések. Igen, igen. Ami konkrétum, ami már folyamatban van, pályázati úton megnyerték és folyamatban van a pályázatnak a megvalósítása, az a csűrnek a visszaépítése. Tehát a csűrrel fogja kezdeni az önkormányzat. És utána, tehát a műemlékvédelmi hivatallal összedolgozva a malmot már felmérték, és egyelőre állagmegőrzés folyik, és akkor a csűr megvalósítása után a malmot is teljesen felújítják és készre, tehát hogy működőképessé szeretnék tenni. Na, hát szép lesz akkor ez a porta. Amiért mi most bejöttünk hozzád, főként amiért megkerestünk, az az, hogy úgy hallottuk Ferenctől, hogy nagyon szép festett bútorokkal van berendezve a lakás. Megmutatod nekünk? Igen. Akkor menjünk be. A régi házaknak, a tárgyaknak a lelke az apró részletekben van. Tehát, hogy ennek a gyöngysornak, amit gyöngysornak neveznek ezt a motivumot, ennek funkciója
Nincsen, és mégis van. Tehát, hogy a régiek védtek, óvtak a motivumokkal, és én olyan egyéniség vagyok, aki engem megszólítanak ezek. És amikor ebbe a házba költöztünk, akkor ez az ablak volt az, ami megfogott, és azt éreztem, hogy a régi ház még szól hozzám, és akkor itt még folytak a munkálatok, gázvezeték csere és minden, és én festettem az ablakot. Látom, hogy megpróbálod azért a régi bútorokat idéző festett bútorokkal berendezni a lakást, és azt is említetted, hogy a konyha a szíved csücske, egy házi azt, hogy a konyháját szeretné mindenképpen otthonossá varázsolni, hát ez egyre jobban sikerül, és nagyon szép ez a saroktéka is, amit te készítettél? Igen, így van, tehát bútorfestéssel én úgy tartom, hogy hobbi szinten foglalkozom. Saroktékáról azt kell tudni, én azért szeretem, mert hogy a régi hagyományos parasztháznak az egyik első bútora volt, mivel hogy ugye nem használtak ruhás szekrényt, hanem felaggatták a ruhákat ide-oda, viszont kellett egy szekrény, ahol a fontos dolgokat tároljuk, fontos hivatalos papírokat például. Hivatalos tényleg. Papírokat, és a további fontos sorrend, a papírt az hátra tenném, de a fontossági sorrend, a gyógyszer, a biblia és a pálinka. És akkor természetesen nálunk is a fontossági sorrend. Ez van, nem? Van, pálinka, nyisd ki, nyisd csak ki! Ez egy gondos háziasszony tékája? Hozzátok jöhetnek a vendégek. Fel vagy készülve, minden finomsággal. Szeretem is a vendégfogadást. És ez a téka számomra ez bizonyítja azt, hogy igenis van helye a népi motivumoknak a mai lakás belsőben.